Evangélium Szent Lukács könyvéből. A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadta az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Szareptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, és egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Krisztusban szeretett kedves testvéreim, mai szentírási szakaszunkat hallva, elgondolkodhatunk azon, hogy miért is akarták vajon Jézus életét kioltani. Hiszen otthon van, hazatért, abba a városba, Názáretbe, ahol ő nevelkedett. Jól tudjuk, hogy Jézus mindenhol csodákat tett. Meggyógyított minden hozzáforduló beteget, akit csak tudott, jól akadta az embereket. Tehát látszólag, feltűnően azt tudjuk mondani Jézus működéséről, életéről, hogy mindig próbált jót tenni. Viszont ennek ellenére ki akarják oltani az ő életét. Otthon, ahol hazatért, más megfigyelésben, meglátásban látták meg Jézust, és felkerül a kérdés, hogy miért? Miért akarják kioltani az ő életét, ha csak jót tesz az emberekkel? Jézust otthon csak Józsefnek, az Ács fiának tekintették. Arra kisgyerekre emlékeztek, aki közöttük felnevelkedett, és nem tudták összekötni azokkal a szavakkal, tanítással, amely Jézus ajkáról származott. Nem tudták azt elfogadni, hogy ő Isten, hogy ő az az ember, aki közöttük élt, és ő néhány évvel később magát Istennek címezi. Nem értették szavait, és pontos emiatt nem tudtak neki és ő benne hinni. Jézus otthon pontosan emiatt, hogy nem hittek benne, az ő működésében, otthon, Názáretben nem is művel csodát. Viszont ez a cselekedete, hogy nem művel csodákat saját népének körében, ezért a názáretiek féltékenységet éreznek a többi ember irányában. Azok az emberek, akikkel együtt élte életét 30 évig, így gondolkodtak róla, ilyen ítéletet hoztak róla, és emiatt így közeledtek hozzá, hogyha ő velük nem tesz ilyeneket, akkor nincs is helye az ő közösségükben. Érdemes a mai napon feltennünk magunknak a kérdést, hogy én személyesen hogyan gondolkodom Jézusról. Ki nekem Jézus Krisztus? Felismerem-e emberségem mellett valódi istenségét, ami benne, az ő személyében mind a kettő, az isteni és az emberi természet is ugyanakkor, ugyanabban az időben jelen van. Gondolkodjunk ma ezen el.